Több év szünet után rendeztek ismét felnőtt kézilabda mérkőzés Nyíregyházán. Az NB2 D csoportjában az újonc Szike Nyíregyháza a Hajdunánást fogadta. A meccset teltház előtt játszották a Tiszavasvári úti csarnokban. 21-ben alapítottuk meg a Szikét, baráti társaság, kézilabdáztunk mindahányan, egymás ellen is játszottunk, egymással is játszottunk nagyon sokat, és igazából mi az, hogy Nyíregyházán idézőjelben megszűnt a, nem azt mondom a kézilabda, hanem a felnőtt kézilabda, azt nehezen tudtuk hova tenni, ezért úgy döntöttünk, hogy elindítunk egy utánpótlás, szépen felépül ez a történet, és a célunk az az volt, így van, hogy minél hamarabb visszahozzuk Nyíregyházára a kézilabdát, és szerintem láttátok, hogy milyen csodálatos élményt okoztak a srácok itt a teltházas csarnokba. Az első fél időben ragaszkodtak egymáshoz a csapatok, szinte végig a hazaiak vezettek, 30 perc játék után 15-14 volt az állás. A második játék részben sem változott a játék képe, 24-24 után viszont a Nyíregyháza ellépett ellenfelétől, és végül 5 góllal megnyerte a mérkőzést. A Hajdunánásban nagyon tapasztalt NB1-t, NB1-et megjárt játékosok vannak. Igaz, hogy hiányosan érkeztek, és fiatalokkal is fel voltak töltve, viszont nekünk pedig egy nagyon nagy nyomás volt az első hazai mérkőzés, és az látszott a játékunkon. Én azt gondolom, hogy igaz, a győzelmet nem kell magyarázni, de én nagyon bízom benne, hogy ugyanilyen sok néző előtt, és még ennél sokkal jobban is fogunk játszani. Szedlecsek János 6 góllal csapata a legeredményesebb játékosa volt a találkozón. A szélső szerint a jövőben tovább javul majd a játékuk. Először is óriási élmény volt, tehát ennyi ember előtt játszani, az fantasztikus volt, és innen is látszik, hogy Nyíregyházán van igény a jó kézilabdára, úgyhogy nagyon örülök a győzelemnek. Egy borzasztó nehéz meccs volt, de megint megmutattuk, hogy küzdeni, és mindig ilyen szívvel játszunk, akkor jönni fognak az eredmények, reméljük. Még most alakulunk, szokjuk egymást, nagyon jó társaság, úgyhogy én szerintem jók leszünk idén, remélem, hogy összeállunk még jobban, mert azért még vannak hibák, de nagy szívvel játszunk, úgyhogy reméljük, hogy így marad. A forduló további eredményei a következők: Hajdúböszörmény Kisvárda 28-25, Hajdúszoboszú Nyírbátor 28-22 és Balmazújváros Deac 2 30-41. Két forduló után a Deac 2, a Szike Nyíregyháza és a Hajdúszoboszú 100%-os a D-csoportban. Szombaton a Nyíregyháza Nyírbátort fogadja, a Kisvárda pedig Balmazújvárosba látogat.